Folyamatosan zajlik az oltás a Babits Kulturális Központban kialakított oltóponton. Az emberek vigyáznak a szabályok betartására és egymásra is. Az adatok azt mutatják, jól halad a védettség kialakítása. Bellinger Attila, a Kulturális Központ új igazgatója éveken keresztül volt a városi külkapcsolatokért felelős, így mondhatni napi kapcsolatban állt a testvérvárosokkal. Bár jelenleg a beosztásával ez a feladat távolabbra került, azért az információ áramlás megmaradt, és a beszélgetések témája mi más is lehetne ezekben a vészterhes időkben, mint a járványhelyzet. Az elmúlt napokban online módon megpróbáltam én is felvenni a kapcsolatot azokkal az európai testvérvárosainkkal, akikkel ugye amúgy is rendszeres kapcsolatban álltunk, és hát bizony még az oltással ők sokkal hátrébb állnak az beoltottak számával, és a lehetőséggel sokkal nehezebb helyzetben vannak, mint mi. Bitiken Bissingennel például tegnap folytattam egy hosszabb beszélgetést. Sajnos a német testvérvárosunkban még mindig csak a 80 éves korosztálynak az oltása kezdődik, akik még csak az első vakcinát kapják. Tehát ők úgy tervezik ezt az évet, hogy sajnos várhatóan egészen az év végéig a korlátozások és a távolságtartás az fenn fog állni. Picit talán mondhatom azt, hogy irigykedtek is ránk, hogy nálunk már a lakosságnak legalább a 30%-a átoltott, és azért mi remélhetőleg a nyáron, legkésőbb ugye az ősz elején már azért városi rendezvényeket, programokat is tarthatunk. Németországban azt mondják, a legnagyobb probléma, hogy kevés a vakcina, és persze a lakosság száma is sokkal nagyobb, mint Szekszárdon vagy Magyarországon, így aztán nem tudnak haladni az oltással. Elég sok a bürokratikus megoldás, ugye a németek amúgy is úgymond nagyon komolyan és olyan szabályokat állítanak fel, amivel sokszor saját magukat is korlátozzák. Tehát talán mondhatjuk azt, hogy ezen a területen nem elég rugalmas a rendszer, ebben mindenféleképpen mi jobban állunk. Nem jobb a helyzet Szekszárd francia testvérvárosában, Bözonban sem. A bözoni testvérvárosunk egy párizsi külterület, egy külkerületnek is talán mondható, ugye egy kis városka Szajna partján. Ott olyan komoly korlátozó intézkedések kerültek bevezetésre, hogy legalább 2 hónapig lakhelyelhagyási tilalom is volt, csak gyógyszertárakba is, csak a napi élelmiszer megvásárlására hagyhatták el lakásukat az emberek. Mentálisan is végtelenül nehezen viselik, ugye ott is gyerekek, oktatás hónapok óta zárva, tehát nagyon-nagyon nehéz időszakot élnek meg a nyugat-európai testvérvárosaink. Szekszárd-Belga testvérvárosában is pusztít a vírus. Belgium az egyik legsúlyosabban fertőzött területe Európának. Sajnos a halálozási arányban és a megbetegedések számában is ők listavezetők, ez a testvérvárosunkat is érinti, úgyhogy összességében elmondható, tényleg Magyarország és hát ebben Szekszárd is sokkal előrébb tart, sokkal nagyobb mértékben sikerült az átoltottság, és valószínűsíthetően így mi előbb nyithatunk. Minden testvérvárosunk kifejezte azt a vágyát, szándékát, hogy most már több mint egy éve nem került sor személyes találkozókra, szeretnének jönni, örömmel részt vennének egy szüreti napokon, hívnák a szekszárdiakat a kinti nagyvárosi ünnepségekre, fesztiválokra, de nagyon úgy néz ki, hogy ez az évünk még egyelőre ebben még nem tudja visszahozni a régi életet.